Januárban ezzel a képpel tett közzé felhívást a Dunaág 7139 Egyesület elnöke. A fotó Faddombori egyik utcájában készült, jól látható, hogy a csapadékos időjárásnak köszönhetően szinte járhatatlanná vált az útszakasz. Az üdülőtelepen egyébként 12 utcában küzdenek hasonló problémákkal az ott lakók. Így sokan támogatták az ötletet, hogy a sáros, aszfalt nélküli utakat rendbe kell hozni. A felhívásra Fadról és Tolnáról is érkeztek vállalkozók, akik saját költségvetésükön elvégezték a gépmunkát, az alapozást, az úzott kövezést és a hengerelést. Tettem egy felajánlást, hogy a gépmunkát elvégzem, és adok egy kamionnyi követ, amivel itt ideglenesen meg tudjuk oldani az utaknak a járhatóságát. És szerencsére Anikó elindított egy felhívást itt a lakosok körében is, akik csatlakoztak, szintén gyűjtöttek pénzt ahhoz, hogy az ő utcájukat is meg lehessen egy kicsit javítani. Végül az Ibolya, a Gyöngyvirág, a Viola, illetve a Szegfű utca újulhatott meg, ahol a lakók ingatlanonként 25 ezer forinttal támogatták a projektet. Sikerült az utcákat olyan állapottá varázsolniuk, hogy járhatóvá váltak, így a sár már nem nehezíti az itt lakóknak az életét esőzés a csapadék után. Megkerestem a Faddi önkormányzat polgármester urát is azzal kapcsolatban, hogy esetleg tudná segíteni a költségvetésből valamekkora összeggel, hogy esetlegesen beletegyünk az útfelújításba. A válasz természetesen pozitív volt, és Fad önkormányzata 600 ezer forintot ajánlott fel, aminek köszönhetően a négy útszakaszon kívül a Gerbera utca egy jelentős része is járható lett, ahol egyébként a kátyuk miatt korábban már csak a zöld területen tudtak közlekedni az autók. Szeretnék köszönetet mondani Anikónak ezért a kezdeményezésért, hiszen mint látható sikeres lett, és külön szeretnék köszönetet mondani annak a három vállalkozónak, aki a munkálatokban segített nekünk, és a földmunkákat, illetve az uzott kőbeterítést és tömörítést elvégezte. Tehát köszönet Tanács Gézának, Takács Balázsnak és Fazekas Mihálynak, hiszen az ő hatatos közreműködésük és munkájuk nélkül ez a beruházás nem valósulhatott volna meg az idén. A polgármester hozzátette, hogy bár az idei évben kevesebb pénzből gazdálkodnak, ennek ellenére több, kisebb fejlesztést is terveznek még 2023-ban Faddomboriban. Ezek között szerepel csatornázás, eligazító táblák kihelyezése és további útfejlesztés is.